A Wosinski-Mór Megyei Múzeum Térképlap című blogján egy szekszárdi, vagy ahogy a híres homlokzaton látható szekszárdi különlegességről, az Almási cukrászdáról olvashatnak a helytörténet szerelmesei. A Széchenyi utca utcán volt az első üzlete, de ott a Széchenyi utcán a Pirnicer háztól két háznyira volt az első üzlete, de ott csak két évig üzemelte a cukrászda, nyilvánvalóan nagyon jövedelmező volt az üzlet, hiszen két év múlva, 1899-ben átköltözött a szekszárd szálló egyik üzletébe, vagy üzlethelyiségébe, és ott üzemelt 1911-ig az Almási cukrászda. Közben azonban Almási Károly, akiről azon kívül, hogy cukrász, nagyon keveset tudunk, 1902-ben meghal, és az özvegye viszi tovább a cukrászdát, és látszik, hogy az asszonynak van üzleti érzéke, mert ő mindjárt az első év decemberében elkezd hirdetni az újságban, és nem csak a közönség pártfogását kéri, mint korábbi hirdetéseiben a férje, hanem egy kis választékot is mutat, és ezután is a későbbi években rendszeresen hirdet. Tehát, és érdekes kezdeményezései vannak. Ugye a teljes déli napsütés éri azt a részét a szekszárd szállónak, ahol a cukrászda volt, 1905-ben ezért napellenzőket szereltett fel, és az a terve, hogy egy kis kiülős helységet alakít ki, vagy egy teraszt alakít ki a cukrászdája előtt. Hát erre nagyon nehezen kap engedélyt, és pekére, mire engedélyt kap, addigra kiderül, hogy ez a kezdeményezés ez nem igazán jött be, mert úgymond a por és levegő ízes fagylalt, tehát a szállópor nem tette azt lehetővé, hogy egy kellemes terasz alakuljon ki ott a Garai téren. Ekkor az özvegy egy új lehetőség a házhoz szállítás felé fordul. Rengeteget hirdet újságban, és sok évig egyedül testesíti meg a modern üzletasszony fogalmát. 1906-ban. Sok évig egyedül vezeti a cukrászdát, majd 1908-ban házasságot köt Majtán József bezdáni cukrásszal, tehát nem véletlen a házasság sem, és utána ketten viszik tovább a cukrászdát. Majtán József viszont tudhatóan magas képzettségű cukrász, Pesten a Kuglernél, azaz a Zserbóban, illetve Vikus Károly, szintén egy neves cukrász szekszárdon, és Bécsben is képezte magát egy bécsi udvari cukrásznál, úgyhogy szerencsésen gyarapítja, vagy gazdagítja a cukrászda kínálatát is, és a szakmai elismertséget is. Ekkor költözik a cukrászda a végleges helyére. 1911-et írunk. Ez az új hely lehetőséget ad arra, hogy egy kis teraszt is kialakítsanak. Nagyon szép és hangulatos képeslapot, reklámképeslapot ad ki Majtán József, illetve az Almási cukrászda, hiszen a néven, a jól bevált néven nem változtatnak, akkor sem, amikor Majtán József csatlakozik az üzletbe, társul az üzletbe. És tehát egy nagyon szép hangulatos képeslapot mutatnak, a kerthelyiséget lehet látni. A képeslapnak szerintem abszolút különlegessége, nem csak ez a hangulatos virágokkal teli kis kerthelyiség, ahol néhány asztal van, hanem hogy valójában nem vendégek ülnek a kerthelyiség asztalainál, hanem egy cukrászfiút látunk, fehér ruhában, sapkában, elől két leánykát, akik ilyen cukrász kisasszony, vagy kiszolgáló kisasszony, felszolgáló kisasszony egyenruhában vannak, akik szerintem Majtány nevelt lányai, tehát az Almási lányok, Böske és Ilona, és hát aki nagy valószínűséggel középen az asztalnál ül, az maga Majtány József. Nyilvánvalóan a nyitás előtt készülhetett ez a reklámképes lap, vagy hát nem, mégsem lehetett vendégeket megkérni egy fényképezésre, úgyhogy ez a hangulatos képes lap őrzi ennek a cukrászdának a kerthelyiségét. Sajnos a belsőről nem maradt fönn képes lap, viszont annál több leírás és visszaemlékezés. És itt kell becsatlakoztatni, hogy a blogunk címe az a Rokokó frizura és az Almási cukrászda. Nem. A Rokokó frizura nem a hajköltészet korabeli vívmánya, hanem egy torta.
A cukrász az oldalát három sorban cukormázba mártott gesztenyével rakta körbe. Belül gesztenyekrémmel töltötte meg, tetejét vattacukorral díszítette. És nem ez volt az egyetlen különlegesség az új helyszínen. A hölgyeknek és az uraknak tulajdonképpen két külön helység állt rendelkezésére. Volt egy szalon, ahol inkább a hölgyek tartózkodtak, és egy másik, ahol az urak cigarettázhattak, dohányozhattak, és ahogy a korabeli hirdetésekből megtudjuk, ennek a dohányzó helységnek egy hatalmas üvegablaka volt, amin pillanatokon belül eltávozott a dohányfüst. És még valószínűleg a szalonnak volt a másik különlegessége, hogy a falai tükörrel voltak borítva. Erre is részben Vendel Mohai Lajosné emlékezik vissza, hogy a hátfal és az oldalfalak is tükörrel voltak borítva, ezért szokásban volt, hogy úgymond, ahogy Lucika visszaemlékezik rá, hogy a szépen ünneplőbe felöltözött sárközi asszonyok mindenképpen meglátogatták a cukrászdát, hogy ezekben a tükörökben sokszorozva láthassák magukat. És ennek még egy érdekessége van ennek a tükrös teremnek, hogy Mészöly Miklós Térkép Aliszkáról című novellájában is szerepel, egy kicsit más hangfestéssel, vagy más hangulattal, de pontosan erre a tükröződésre emlékezik vissza Mészöly Miklós, és ezt fogalmazza meg, vagy írja le a novella elején. A cukrászda nagyon jól működött a 20-as években, a szekszárdi falu fejlesztési kiállításon oklevelet nyert, utána Majtán József még egy pesti hírlapban is hirdette magát. A szezonál, tehát a napi termékek mellett különösen a karácsonyi és húsvéti karácsonyfa függőket, csokoládéformákat, húsvéti nyulacskát, cipőt, papucsot, tehát ezeket a szezonális termékeket, és természetesen a bombonokat hirdette, és nagybani árusítással is próbálkozott, tehát hogy viszonteladóknak nagy tételben árusítja ezeket a termékeket, és a cukrászda annyira fogalommá vált, hogy pontosan a 20-as években Szabó Kálmán ékszerész, illetve Nőger Frigyes fényképész úgy hirdeti magát, hogy az almási cukrászdával szemben, hiszen a Széchenyi utca másik oldalán volt az üzletük. Kettő, a korábbi években vidéken hamisították úgymond az almási cukrászda süteményeit, tehát az almási cukrászda nevén adták el a mások által készített termékeket, tehát annyira ismert volt a cukrászda. A történet végéhez mindenképp látogassanak el a www.térképlap.vmmm.hu címre, és keressék a legújabb bejegyzést. Megéri!